Sziasztok, én Zsombály vagyok, és rengetegen kértetek még egy OBS tutoriálos részt. Eleget teszek a kérésnek, ennek következményeképpen azokat a dolgokat fogom bemutatni, ami beállításokat jelenleg használok, a live-ban használt forrásokat a kövi videóban láthatjátok, természetesen a van rá igény. Például a feladkozó számlálom, donate, sponsor, superchat jelzőm, subjelzőm, stb. Mint minden OBS tutoriál, csekkoljuk le az élőadásra és sima videózással kapcsolatos beállításokat. Az első fülön az általános beállítások láthatóak, itt nincs semmi különleges, aki kemény gyerek, az bármilyen nyelven használhatja a programot. Én az OBS kivételével mindent angolul használok már, de valamiért itt a magyar nyelvet szoktam meg. Következő fülön jön egy lényeges opció, a stream beállítások, már mint hogy egyáltalán kapjon jelet a YouTube, hogy te élőadást készítesz szép. Ezért a stream típus a stream kiszolgáló, lentebb meg a YouTube per YouTube gaming lehetőséget kell kiválasztani, illetve az, hogy primary, az az elsődleges YouTube szerveren menjen az egész. Az alatta levő stream kulcssal tudjátok elindítani az élőadást, ezt megkapjátok az előre ütemezett eseménynél, az ingestion settingsnél a YouTube-on. Azt bemásoljátok ide, nyomtak egy alkalmaz gombot és kezdhetsz is, amikor akarsz, vagyis akkor, amikor rámentél YouTube-on a preview-ra, előtte el kell indítani OBS-ben a streamet, nyugi, nem fog elindulni az egész élőadás, majd egy körülbelül 10 másodperc töltés után rányomsz a streamingre úgy szint a YouTube-on, és már kezdődhet is az élőadás. Ezt a stream kulcsos dolgot mindig újra kell csinálni, mindig más kulcsot fogsz kapni az egyedileg tervezett eseményeknél. És jöjjenek a kosztümbeállítások a streamelésnél és a rögzítésnél. Mivel Intel processzoron van, ami nagyon jónak számít, így az élőadást azzal kódolom. Jó videókártyám ellenére is, ha a VIDI kártyával kódolom be, szaggat az élőadás, szóval ha Intel procitok van, érdemes használni. A felhasználási cél balanced, azaz kiegyenlített, ami azt jelenti, hogy nem is a gyorsaság és nem is a minőség számít, hanem kiegyenlíti a kettő egymást. Elvileg a kulcsképkocka időközét kötelező minimum kettőre állítani élőadásnál, ezt nem tudom mire szolgál. Szintúgy az aszinkron mélységről sincs fogalmam, egyre van állítva. Sok sebességvezérlést próbáltam, de ami nekem a legjobb volt, az a CBR és azon belül is az 5000-es bitsebesség, ehhez meg kell néznetek a feltöltési sebességetek, ha mondjuk 12 megabyte per szekundumot ír, akkor az be kell szorozni 800-zal, ami azt jelenti, hogy azzal a számmal is tudtok akár élőadásozni. Nekem ennyi van, de jóval kevesebbel tolom a live-okat, hogy ne terhelje az internetes játékokat, plusz semennyit se akadozzom. Rögzítésnél viszont a videókártyát használom, azt ne kérdezzétek, hogy miért. Ne felejtsétek el FLV-ről MP4-re állítani a formátumot, ugyanis FLV fájt a Sony Vegas nem képes befogadni. Itt is CBR a sebesség vezérlés, a bit sebesség pedig 20 000. Itt a kiváló minőségre kell törekedni, magas profillal, autószinttel, a többi sajnos nem ismerem, de ha így állítjátok be, hogy nekem vagy jónak kéne lennie. Túl vagyunk a fontos beállításokon. Itt van a hangopció, ahol értelemszerűen az asztali hangeszköz vagy alapértelmezett rájátok, vagy arra, amit szeretnétek, hogy hallatszódjon az élőadásban. Mikrofon meg, amit ismertek és tudtok, hogy azt használjátok. A legérdemesebb elkezdeni videózni akkor, ha 1920x1080-as felbontású monitorod van, ugyanis akkor nem kell a kényszerített felbontással szórakozni, amitől csak csúnyább lesz a videó. Ezért az alap és kimeneti felbontásom is ugyanaz. Természetesen minden videóm 60 FPS. Többi lehetőség már nem is kell, gyors billentyűket tudjátok, beállíthattok párat jelenetváltásra, úgy van, haladó beállítás meg kínai, de azért az is itt van. Remélem, hogy most már jó minőségben tudtok élőadáshozni, vagy esetleg sima videót felvenni. Hamarosan jövök egy következő OBS részre, amiben azokat az oldalakat, forrásokat fogom megmutatni, amiket én is használok az élőadásban. Ehhez érjük el az 500 lájkot, MSZ-ám megpillantása után már vágom is a kövi részt. Peace! Ha tetszett az a videó, dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, ezzel is mutatva az, hogy tetszik nektek a sorozat és bíztattok, hogy folytassam munkálataimat ezzel kapcsolatban. És ha már itt vagy, ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt és bepipálni azon belül a rublikákat, hogy nagy eséllyel kapj értesítést az új videóimról, esetleg élőadásaimról. Sziasztok!